Ki a régi szeretőmet tőlem eltiltotta. A Garai Székelykör Egyesület asszonykórusa jelenleg 9 taggal működik. A társaság rendszeresen jár össze és gyakorol az aktuális fellépésekre. 1960-as években alakult, az akkori kultúrigazgató segítségével, támogatásával egy egész nagyszabású kórus indult. Sok éven keresztül csinálták, nagyon szívvel, lélekkel, és a bukovinai dalok elsajátításán, hagyományőrzésén szerettek volna dolgozni. Amellett sok minden más is történt. 2014-ben Antal Zoltánné Balogh Gyöngyé vette át a kórus vezetését. Nagyon sok mindent tanultunk tőle, az idősekhez visszafordultunk, hogy tudjuk a pontos énekeket, és nagyon segítőkészek voltak. Nagyon sok helyen részt vettünk, szerepeltünk, bárhová hívtak, szívesen elmentünk, tettünk eleget bárminek. Többek között egyházi énekeket, bármi jellegű megemlékezéseket, falunapokon nagy szeretettel vettünk részt, a környező falvakba szintén szórakoztattunk, ha lehet ezt mondani, szeretik. Ezt a hagyományost, mivel hogy ez abszolút nem arról szól, hogy kottáról éneklünk, hanem az igazi hagyományost, ahogy az idősek hozták, adták, ezt próbáltuk így sajátítani, megkérni még a segítséget, ha kellett. Akkor a Gyöngyi, meg hát sokan, nagyon sokan elmúltak, oda átról figyelnek bennünket, és bízunk benne, hogy segítenek bennünket. Azt a gasztronómiába is nagyon sokszor részt veszünk, mert falunapokra erőszeretettel kérik a mifajta galuskánkat, úgynevezett töltött káposztát, de más egyebeket is főzünk. Nagyon sok szép emlékeink vannak, amikre öröm visszaemlékezni. Sajnos Gyöngyi 2022-ben végleg eltávozott. Így kerültem én a képbe, azóta én vagyok. De jobbára úgy kérem mindig a csapatot, hogy segítsenek, közösen csináljuk, mert én egyedül ezt nem igazán tudom. Menyecske, ne menj a cserjésbe, mert megmarad kígyó téged. Tavasszal csatlakoztunk egy másik anyukával. Zsigmond fiam óvodáskora óta táncol, Antal Zsoltiéknál kezdte, és így kerültünk kapcsolatba a Székelykörrel, és nekem nagyon megtetszettek ezek a dalok, és évek óta foglalkoztatott, hogy olyan jó lenne ezeket megtanulni. És beszéltem a Katival, és mondta, hogy persze, gyere nyugodtan, mondom, de én csak az énekeket szeretném megtanulni, mondták, hogy persze, és első alkalommal közölték, hogy hát ez nem így működik, itt fel is kell lépni. És azóta megyünk, ha tudunk, és együtt, jobban, rosszban fellépünk, főzünk. Mondjuk a nyugdíjasok többet, mert azért nekik egy kicsit több idejük van, de igyekszünk mi is részt venni. És nagyon jó ezeket a dalokat megtanulni, megtapasztalni, hogy milyen erejük van ezeknek a szövegeknek, hogy tényleg sírni, nevetni lehet rajta. A gyerekek is, ahogy táncra járnak, énektanulás, tánctábor, tehát a mi fiunk az állandóan fújja, tehát a Zsoltinak mindig mondjuk, hogy el se hinné, hogy reggel úgy kell, hogy székely dalt énekel, és belefér más is, de megint a fürdőkádba ezt halljuk, amit éppen a táncon tanultak, és hogy bennük ez már rögzül. Általában úgy, hogyha a székelykör megy, akkor a gyerekek táncolnak, és gyakran mi is fellépünk énekkel. Népviseletbe öltözve, fejkendővel a fejünkön, ami ma már azért nem jellemző, de nagyon jó érzés felvenni azt a ruhát is. Tehát ad az embernek egy tartást, én azt gondolom, hogy ennek is fontos szerepe van a mai világban is. Se csaltál meg, nem én.
2005 tájékán csöppentem bele a bukovinai székelyek életébe, a garán élő bukovinai székelyek életébe. Előtte néprajzi táborokban jártam a Dunántúlon, amit Lőrincetel szervezett. Itt kaptam indítatást, itt jött az érdeklődés a székelység iránt. Ekkor fiatal főiskolás tanítóképzőbe jártam, úgyhogy passzolt is a tanítóképző és a néprajzi ismeretek. És 2005-ben akkor Nagy Ferenc új egyesületet, hivatalos egyesületet hozott létre a garán élő bukovinai székelye képviseletében. Így 2005-ben bekerültem elnökségi tagként ebbe az egyesületbe, és ekkor tánccsoport is alakult, egy jól sikerült néprajzi tábor után, és utána az események egymást gyorsan követték, és teljes mellszélességgel sikerült belekerülni ebbe a úgymond hagyományőrző tevékenységbe, és nem csak őrizzük, hanem éltetjük és megéljük ezeket a hagyományokat, úgyhogy napi szinten azt lehet mondani a többi sok-sok tagunkkal együtt. Az egyesület szépen fejlődött az idők folyamán, volt hátterünk is, tehát nem a semmiből alakult. A 1960-as években asszonykórus működött a településen, hosszú évtizedeken keresztül, tehát ők egy biztos alap volt, székelybálakat rendeztek, ők folytatták a hagyományőrzést. 1993-tól székelykör is alakult, ami már tánccsoportot is működtetett, és ezt vitte tovább 2005-től a hivatalos egyesület. Működött az asszonykórus, illetve a tánccsoportnak is igyekezett segítséget nyújtani, segítséget adni. Ez az évek folyamán fejlődött, fellépések voltak, nyári táborok voltak, zajlott az élet. A következő ilyen mérföldkő volt, amikor sikerült 2011-ben egy betlehemes csapatot összehozni, és ekkor Kóka Rozália könyv alapján a bukovinai székely csobányolást is megtanulta a társaság, és azóta minden évben a csobányolást is karácsony táján előadjuk. Majd 2014-ben egy új gyerekcsoportot, egy utánpótlás csoportot alakítottunk, szintén a nyári táboroknak a jóvoltából. Megnőtt az igény egy fiatalabb korosztály számára, általános iskolás korosztály számára, hogy őket is foglalkoztassuk. Ez még akkor nem volt tudatos, de az élet hozta ezeket a újabbnál újabb feladatokat, amikor mindig meg kellett valami újdonsággal birkózni. De mindig nyitott szemmel jártunk, főleg a dunántúli hagyományőrző együtteseknél, egyesületeknél, és mindenhol igyekeztünk a jó példát ellesni, mit lehet átültetni ide hozzánk, mit kell kicsit variálni, és igyekeztünk szót fogadni az útmutatásokra, és haladtunk tovább az úton. 2020-ban ismét csak egy gyerekcsoportot, egy új gyerekcsoportot sikerült alakítanunk, úgyhogy itt már egy nagy kiteljesedés volt, alaposan megnőtt a létszám. Sok szülő is mellettünk állt, illetve áll a mai napig, úgyhogy nagy segítségek és szívesen is segítenek a gyerekeik érdekében. A zeneoktatásba is belekóstoltunk egy kicsikét. A nyári táborokban rendszeresen 5 hangszeren lehet tanulni, aztán az évközben
már mindenkinek egyéni feladata, hogy hogyan viszi azt tovább. Körülbelül 70 főt tudunk beöltöztetni népviseletbe. Ide tartoznak az asszonyok, énekesek, illetve a kicsitől a nagyig a táncosok, és akkor egyesületünknek a támogatói körébe tartoznak még a szülők, nagyszülők, illetve a szimpatizánsok, illetve az egyesületi tagok. A helyi önkormányzat jóvoltából a Garai Művelődési Házban van a székhelyünk. Ahogy nőttünk, sokasodtunk, egyik termet nőttük ki, most már 2 termet használunk, illetve az asszonykórus egy 3. teremben próbál, tehát nagyon jó adottságaink vannak, klubszobánk van, ruhatárunk van, külön próbatermünk, amit most sikerült ebben az évben felújítani, balettszőnyeggel láttunk el, kifestettük, kis öltözőt alakítottunk ki, minél komfortosabban próbáljuk berendezni, hogy a gyerekek, felnőttek jól érezzék magukat. A mai pályázati rendszerben fontos a szakma visszajelzése is, hogy jó úton haladunk, jó az, amit csinálunk. 2021-ben kaptunk meg a Vármegyei Nemzetiségi Kitüntetést, amire nagyon büszkék voltunk, hiszen a székely kultúra mellett, illetve a magyar táncok, énekek mellett a Garáni Endre Svábok és Bunyavácok táncaival és énekeivel is foglalkozunk. És ebben a 2024-es évben egy kisebb díjeső zúdult ránk, ami nagyon jó visszajelzés volt a felnőtteknek, oktatóknak, gyerekeknek, mindenkinek szívet melengető érzés volt. Először a Bács-Kiskun Vármegyei Gyermek és Ifjúsági Néptánc Fesztiválon 2 gyerekcsoportot indítottunk, a 2 utánpótlás csoportunkat, és mind a 2 csoportunkat kiemelt arany éremmel jutalmazták, illetve egy-egy külön díjat is kaptak, úgyhogy a mi történetünk folyamán ilyen még nem volt, azt hiszem, hogy egyébként is egyedülállónak mondható, úgyhogy nagyon örülünk ennek, illetve nyár elején a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége Sebestyén Ádám díjjal ismerte el az egyesületünknek a munkáját, úgyhogy ez hab volt a tortán már. Mind a 2 ágam bukovinai székely származású, nagyszülők kint születtek Bukovinában, édesapám itt a Bácskában, illetve édesanyám már a Dunántúlon született, úgyhogy mind a 2 részről megvan az indítatás, úgyhogy szorosan kötődünk a székelyekhez. A 2 fiam, hát miattuk is csináljuk ezt az egyesületet, illetve ezt a tevékenységet. Mint szülők ugye fontos a példamutatás, a gyerekek minket utánoznak, hogy mit is csinálunk, ezért feleségemmel mind a 2 ugye népviseletet öltünk, próbára járunk, és ezt az egyesületet működtetjük, és a gyerekek is ebbe csöppentek bele már a magzati korban, illetve miután megszülettek, nem volt igazából megállás, és ők is itt vannak velünk a próbákon. Hát most már a fiúk az ő saját korcsoportjukhoz járnak próbára, illetve a rendezvényeken itt vannak, fellépnek, tehát az ő életükben is most már meghatározó eleme az egyesület.